Köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Bár rendkívül ide nevezzük a májusi rendes testületi ülésnek, képviselőtestület határozatképes, elkezdhetjük a mai testületi ülést. Az eredetileg kiküldött anyaghoz képest az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatot tett. Kérdezem Lazányi Ferenc elnök urat, hogy szóban kívánja ismertetni, megadom a szót. Szeretnék kérni, illetve javaslom, hogy a 8-as napi rendi pontunkat, szervezési és működési szabályzatról szóló képviselőindítványt az első napi rendi pontként tárgyalja a képviselőtestület. A képviselőtestület 16 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés napi rendjét, ezért aztán el is kezdjük az első napirendi pont tárgyalását. Megadom a szót dr. Kovács Bence, a polgármester úrnak. A pártok közül csak a Fidesz-KDNP-t javaslatokkal a szöveges része kapcsolatban, sem az LMP, sem a Jobbik, sem a szocialisták nem nyújtottak be ehhez, vagy nem volt javaslatuk a szöveges részhez, de ennek ellenére egyhangúan megszavaztuk a munkacsoport ülésén az SMS szöveges részét. Természetesen jobb lett ez az SMS, mint a Fidesznek az a módosítása, ami most hatályban van. De azért kezdeném az észrevételem. Én magam a törvény, az SMS, az alaptörvényünk, mert tulajdonképpen ez az önkormányzat működésben az alapalkotmányt jelenti, és ezért nagyon fontos is, hogy mi van benne. A szöveg része, tehát a törzsanyagával tulajdonképpen egyet tudok érteni, azt elfogadom, ha így külön lesz szavazva, de a mellékletekkel együtt nem, mert a mellékletek dolgában mindvégig nekem fenntartásaim voltak, és ezt következetesen én már január óta képviselem, amelyel szemben nekem semmiféle szakmai meggyőzést nem hozott az az egyeztetés, amit vártam. Aki a módosított SMS-t elfogadja, az kérem készfelelősen szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, az lehet? 11, igen. Ki volt ellene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az 5 kitartózkodott, 2 tartózkodott, akkor ez így megvan. Jó, akkor megyünk tovább. Zárt ülés következik. Várható volt ez az eredmény, hiszen egyeztetés nélkül került a képviselőtestület elé 2 olyan vezetői kinevezés, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos kérdés, a kispesti úszoda vezetői pályázata, illetve a vagyonkezelő és műszaki szervezet vezetői pályázatának kérdése. Mindkettőhöz azt gondolta a Fidesz képviselő csoportja, hogy van többsége, a testület ülésen bebizonyosodott, hogy ezekhez az egyeztetés nélküli kinevezésekhez nem volt többsége. Nem szavazott ezek mellett, a kinevezések mellett sem az MSZP, sem a Jobbik, sem az LMP. Ezen aztán úgy meglepődött, azt gondolom, a Fidesz képviselőcsoportja, hogy inkább elhagyta a képviselőtestület üléstermét, így aztán persze nem tudtuk folytatni a munkát, sajnos olyan fontos kérdések maradtak el, mint a költségvetés módosítása, vagy a Kispest Port Kft. És az önkormányzat között kötendő szerződések. Hát én remélem, hogy meg tudjuk ezt tárgyalni idejében, és abban is bízom, hogy a nagy frakciók rájönnek arra, hogy a konszenzusos politika, az együttműködés az távolabbra vezet, mint az állandó háborúskodás. Nekünk az a feladatunk, hogy közösen dolgozzunk Kispestért, ehhez párbeszéd kell. Én erre hívtam föl a Fidesz frakció figyelmét is, hogy velem lehet együtt dolgozni, sőt azt hiszem, hogy a kerületi választók azért küldtek minket ide, hogy kell is együtt dolgoznunk minden ügyben, és egyeztetnünk kell. Ma az volt látható, ha nincs meg ez az egyeztetés, akkor bizony a Fidesz sem tud többséget teremteni a testületben.